Végigültem a mai napot, és azzal szembesültem, hogy tulajdonképpen felállhatunk és hazamehetünk, mert ismét az a történet volt, amit már többször tapasztaltunk így asztrológus körökbe, és ez egy nagyon szép, hogy ugye különböző asztrológiai irányzatok, amikor megközelítik ugyanazt a témát, akkor hasonló következtetésekre jutnak. És ez a szép, és innentől kezdve látszik, hogy mennyire működnek a különböző irányzatok, függetlenül attól, tehát nincs egy helyes irányzat, amit már az AMECO konferencián is megbeszéltünk, mert nagyjából hasonló eredményekre jutunk. Tehát az igazság, hogy a végkövetkeztetés az nem lesz túlzottan más, mint amit már hallottunk a kínai megközelítésben, mint amit hallottunk a középkori asztrológia megközelítésében. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy ugye hallgattunk ma olyan előadót, aki először adott elő és kicsit izgul. Én a szokásosnál jobban izgulok, egyszerűen azért, mert az a megtiszteltetésben van részem, hogy Zsuzsannával tarthatok előadást, aki a tanárom, és most már évek óta együtt dolgozunk, viszont még sosem adtunk sosem együtt elő. Órán igen. Na most majd látni fogjátok, hogy Zsuzsa is sokat beszél, én is, hadarunk, és egymás szavába fogunk vágni, tehát hogy majd röhögjetek velünk, mert ezt fogjuk csinálni, nyugodtan egészíts ki, amikor eszedbe jut valami. Egy kicsit kötetlenebb beszélgetős, meg néha majd így egymást nézzünk, hogy most ki jön, vagy mi történik. Próbáltunk strukturálni, egyikünk sem az a kifejezetten erős struktúrát személy. Nekem is kell egy mondatot mondanom. Azt hiszem, hogy minden iskola teremtő azon izgul, hogy hogyan fogja majd átadni a tudását, ki lesz az, aki folytatja. És nekem engem az a messzi tiszteltetésért, hogy emesében találtam valakit, aki ezt folytatni fogja, sőt, abszolút túl is fog engem szárnyalni. Köszönöm. Mindjárt bőgünk, de belecsapunk akkor a 2023-ba, és Zsuzsa már egy nagyon szép képpel indított. Hát igen, mert hogyha összeadjuk, akkor ugye hetest kapunk, és a hetes a tarókártyában a diadal szekér. Hú, gondolnátok, hogy ez milyen fantasztikus, frászkarikát, nézzétek meg ezt a kártyát. Ez a szekér, ez nem megy sehova. Az ábrázolás művészetben, ha valamit szemből ábrázolnak, az statikus. Ezért nem látok lovat szemből ábrázolva, hanem mindig oldalról, vagy legfeljebb fél oldalról. Tehát ez a szekér, ez nem megy sehova, ráadásul nem lovak húzzák, hanem két szfinx, ezek döglenek a porban, tehát megint csak nem megy sehova az egész. Ennek a szerencsétlen hajtónak meg nincsen gyeplője sem, ugye? Tehát még eszköze sincs, hogy megmozgassa ezeket a szfinxeket, amik ugye a titkot szimbolizálják. De ott van felette a csillagos ég. Tehát ez azt szimbolizálja számomra ez a kártya mindig, hogy dönts már el, hogy mit akarsz. Tehát dönts el, hogy hova akarsz eljutni, és akkor be lehet indítani ezt a diadal szekeret, és be lehet hajtani a piasztélre, ahogy Nándi szokta mondani, és akkor talán el fogunk érni valahova. Ez az év nem egészen az odaérkezésről szól. Tehát végül is kifejezi a diadal szekérnek ez az álló statikus helyzete. Igen, és ha belecsapunk a lecsóba és a mélységekbe, kitekintek egy kicsit a Szaturnusz-Uránusz szinodikus periódusára vagy ciklusára, nem beszéltünk össze itt a többiekkel, de mégiscsak fontos megjegyezni, igen, ahhoz, hogy kontextusba helyezzük, hogy ez a 2023 mikor történik, érdemes különböző ciklusokat, periódusokat. Én nagyon örülök, hogy Gyula már hozta az egyik szemléletet. Nekem van egy nünükém a Szaturnusz és Uránusz találkozása, az egyik egy látható égítést, a másik nem, ugye, hogy felfedezték, de önmagában azért érdekes a Szaturnusz-Uránusz találkozása, mert mi történik? Valami, ami korlátokat, kereteket hoz, és valami, ami a káoszt, anarchiát és a szabadságvágyat hozza, valami, ami a konzervativizmust, a másik pedig, ha lehet, a liberalizmus képviseli, ez politikától független szemléleti kérdés, az találkozik, amikor ez a két égitest együtt áll. Ugye ez a két égitest 44-45 évente áll együtt, és a legutolsó együttállása, mutatom is, 1988 októberében történt meg. Nagyon érdekes, amikor Gábor mutatta, ugye fel is írtam magamnak Budapest szolár képletét ebben az időszakban, a rendszerváltás idején, akkor ugye ő is említett, hogy ez a Szaturnusz-Uránusz együttállás, ez egy nagyon jelentős dolog. Mi történik? Hát tényleg a rendszerváltás, és azért ez nem csak Magyarországra volt jellemző, ugye itt egy egész keleti blokk lebomlott, ami nagy hatással volt a nyugati hatalmaknak is a viselkedésére, mert egy egészen nagy átrendeződés történt itt. Azért is érdekes ez, mert ez a Szaturnusz-Uránusz együttállás, jaj, és akkor még egy kis kitekintés, mondom, hogy csapongunk, tehát a keretrendszere. Azt, aki esetleg nem tudja, hiszen kínai asztrológiával foglalkozók, más típusú asztrológiával foglalkozók ülnek most itt. A transzcendentális karma asztrológia, amit ugye Griga Zsuzsanna honosított meg Magyarországon, abban különbözik nagymértékben az eddig halott asztrológiai irányzatoktól, hogy nagyon-nagyon sok minden mással is foglalkozik, mint a látható égitestekkel, vagy az azon túlnyúló, hagyományosan az asztrológiai értelmezésekben foglalkozó égitestekkel. Ezért ma olyan kifejezéseket fogtok hallani, hogy asbólus, káosz, amikusz, krant,
Mantor, galaktikus, medúza fúzió, tehát ilyen őrülete. Nyugodtan nézettek után, hogy mit jelent, azért nagyon részleteiben nem fogunk tudni az időszűkében belemenni, de bizony mi túlnyúlunk azon, hogy a bolygókkal foglalkozzunk, vagy a különböző képletpontokkal, nem eljut, megnézzük a Mars és a Jupiter pályája között helyezkedő aszteroida övezetet, és a Neptunus pályáján belül még ott a Saturnus és Uranus között lévő Centaur és a transzneptuni égitesteket, sőt, álló csillagokkal és galaktikus pontokkal is foglalkozunk, tehát a transzcendentális karmasztrológia, egy never ending story, mert mindig újonakat fedeznek föl, és akkor mindig valamit kell veled csinálni. De ami lényeges, hogy a 88-as Saturnus-Uranus együttállás az pont a galaktikus központon, próbáltam egy képet is hozni, tehát a galaktikus központ felé nézett ez az együttállás, ami általában a lenni vagy nem lenni dilemmáját hozza be az életünkbe, de azért az is nagyon fontos, hogy behoz olyan energiákat, ami a múltban lévő elévült tendenciákat segít nekünk elengedni, és ugye ez a Saturnus-Uranus együttállás alapvetően ezt megalapozta számunkra. Ha a Szaturnusz-Uránusz ciklusait nézzük, akkor nem csak azt nézzük meg, hogy mikor állnak együtt, rengeteg ciklust fel lehetne sorolni, mert lehetne azt mondani, hogy megnézzük, hogy mondjuk mikor alkotnak 60 fokos fényszöget, és a többi, de alapértelmezetten az ebben a kvázi szinodikus megközelítésben inkább négy felét ragoljuk, és a kvadrát, az opozíciós, az újabb kvadrát, és az újabb együttállás pontokat nézzük meg, ami a Szaturnusz-Uránusz esetében olyan 10 éven, tehát évtizedes jelentőségű iránymutatásokat tud nekünk adni. 2000-re ugye, hogy elindult ez az együttállásból, ez a kvázi első negyede a dolognak, amikor a Szaturnusz szépen beéri az Uranusz, mindig érdekes az is, hogy ugye mondjuk azt, hogy ez egy ilyen kaotikus, robbanásszerű állapot, hiszen a rendszer, és hogy felrobban a rendszer, de azért lássuk be, itt a Szaturnusz éli be az Uranusz, tehát hogy nem arról van szó, hogy az Uranusz megy rá a Szaturnuszra, hát ugye sokkal lassabb az Uranusz, tehát a Szaturnusz azáltal, hogy rámegy, a keretek ugyan elérik a szabadság fokát, de alapvetően az egyik próbálja korlátozni a másikat, a másik felpróbálja robbantani és ellenáll ennek, és ebből az ellenállásból jön létre valamilyen változtató tendencia, aminek lehet egy magas minőségű megélési formája. Ennek az lenne, hogyha alapértelmezetten a rendszerek érnének meg arra, és periódikusan megértenék azt, hogy mindig meg kell újulni és meg kell változni, mert akkor ez nem egy erőszakos folyamat lenne, hanem egy sokkal szebb átmenet, minden rendszernek periódikusan meg kell újulni. Nagyon érdekes, hogy a Szaturnusz-Uránusz időszak, ez a 44-45 év, ha az emberi életet nézzük, az micsoda pont, a midlife crisis, ugye, amikor felismerjük azt magunkban is, hogy meg kell változnunk, no, így a rendszereknek is fel kéne ismernie, csak ezek nem mindig mennek békés úton. Az első negyed az arról szól, hogy ugye kialakul, valamit már változtattunk, valamilyen rendszer szintű változás, és megpróbálunk új rendszereket kialakítani, majd 2000 májusában, amikor az első kvadrátpontot elérte, utána ez az úgynevezett második negyed jön, ahol stabilizálni próbálja magát a rendszer, és általában stabilizálódik is. Olyan nagyon gigantikus változások ilyenkor azért nem történnek, mert épp a rendszer beáll, tehát nem az történik, hogy most változtatunk, épp beáll és stabilizálódik. 2010 júniusában jutottunk el oda, ahol opozíciós pontba szemben álltak. Ebben és az ezt követő 10 évben körülbelül általában nem azt mondom, hogy nem történik semmi, de a szabad eszmék és a keretrendszerek is egymástól függetlenül úgy alapvetően el tudnak működni, nem korlátozzák jelentősen egymást, viszont azért már a rendszer hibái, azért, úgy érezzük azt, azért ne felejtsük el, hogy itt már azért érződik az, hogy valami nem stimmel, látjuk a rendszer hibáit, és 2021. decemberében, és ez lesz nekünk most jelentős, bekövetkezett a második kvadrátpont, és beléptünk az utolsó negyedbe, tehát közeledünk innentől kezdve a 2032-ben következő Szaturnusz-Uránusz együttállásig, és ebben az időszakban mi történik? Már feszítő, ez tényleg egy olyan, mint a holdfázisoknál egy ilyen alapvetően krízis állapot, ahol tudjuk, hogy ez a rendszer nem fog tudni fennmaradni, tudjuk, hogy meg kéne változtatni, de alapvetően a legszörnyűbb benne, hogy fogalmunk nincs, hogy hogyan. Tehát a kiutat még ilyenkor nem látjuk, csak az, hogy ez így nem mehet tovább. Na ebben a fázisban is egy ilyen környezetben üt be nekünk ez a 2023, aminek a Zsuzsának át is adom a szót. A január 1-i képletéről azért Zsuzsa fog beszélni, és biztos azért is, hogy miért. Hát a helyzet a következő, mindig zavarban vagyok asztrológusként, amikor nekem január 1-i képletről kell beszélnem. Mert mi kezdődik, szabadi csúnyán beszélni, inkább nem, tehát semmi nem kezdődik, majd nem mondtam, hogy mi nem kezdődik, ugye? Semmi nem kezdődik, tehát mínusz 10 fok szokott lenni időnként, a sok hülye őrjöng a nagykörúton, amikor, mit tudom, nincsen autóforgalom, lerészegedünk, de tényleg semmi az ég adta világon nem kezdődik, se a természetben, se a saját életünkben. Egy dolog történik,
egyel, ugye az angyalkák lapoznak a nagykönyvben, és egyel nagyobb évszámot fogunk írni, tehát számmisztikailag azért mégiscsak van jelentősége, és közgazdaságilag is, meg mit tudom én, társadalmilag is van. Tehát azért mindig érdemes rápillantani, de fontos értenetek, hogy a Budapestre felállított képletnek mindig mérleg lesz az aszcendense, mindig az IC-n fog ülni a nap, tehát ezekből túl sokat nem lehet levonni. De azért pillancsunk rá erre a képletre, ugye ami érdekes az, hogy van egy retrográd Merkúrunk, tehát az évkezdetben is már ez a kicsit visszafogott kommunikáció zavar az ott van, és van egy nagyon-nagyon pontos Vénusz-Plutó konjunkció, ami azért meghatározza itt a pénzügyeket, meg egyáltalán, tehát ez a, ugye a Plutó az erő, a hatalom és a transformáció bolygója, de a manipulációé is, tehát itt a pénzügyi manipuláció sajnos jelen van az életünkben, és amint majd érdekessé fogja tenni a téridőt, az egy-két kiemel dolog, a felszállóholcsomópont Uránusz konjunkció még mindig nagyon-nagyon pontos, ezt nagyon sokszor elmondtam már, ugye amikor ahol az Uránusz jár, az az energia mintázat felrobban, vagy ott kellene változtatni. Ugye most éppen a menet közben vagyunk, tehát még legalább 3,5 évig ott lesz az Uránusz a bikában. Mit robbant föl? A harmóniánkat, a lelki békénket, a pénzügyeinket, a stabilitás robbantja föl. Miközben a felszálló holcsomó is ebben a jegyben jár, tehát az lenne a sors feladatunk, hogy ezt stabilizáljuk. Sok sikert hozzá, ezt kívánom mindenkinek. Már a tavalyi képletben is a Chiron ott volt a deszcendensen, és én nem mondtam ki a háború szót, én mindig óvatos vagyok, ugye utólag mindig nagyon okosak vagyunk mi asztrológusok, de hát nyilvánvalóan a karmikus sebek az ellenséggel vannak összefüggésben, ugye fordítsátok le, úgy, ahogy gondoljátok, de az még mindig ott van. És aztán ami izgalmasá teszi még a képletet karmasztrológiailag, az az Eris Vertex együttás, ugye a vertex az irányíthatatlan folyamatoknak a pontja a karmasztrológiában, az örvény pontja. Az örvény, ami úgy néz ki, mint egy tereptárgy, miközben egy jelenség, ugye mit csinál, beszippant, és aki nyílt vízen szokott úszni, pontosan tudja, hogy ha elkapja a lábát az örvény, akkor ugye nem kapározni kell, akkor garantáltan megfullad, hanem le kell menni a fenékre, hit rock bottom, ahogy mondja az angol, tehát hogy el kell érnünk a legalacsonyabb pontot, és onnan lehet felszállni. És hol van ez, ugye pont az Eriszen, az irányíthatatlan folyamatoknak, a drasztikusan megváltozó külső körülményeknek a pontján. És még egy dolog lényeges lesz a Bika Hold, ami majd karmasztrológiai szempontból lesz a számunkra érdekes. Szerintem menjünk tovább. Igen, nem sokat fogunk időzni ezzel a képlettel, megpróbálok nagyon rohanni, de minden esetre itt van egy korona, kirajzolódik egy korona. Ugye a korona, mint alakzat, az áll egy misztikus négyszögből, meg egy harmónia háromszögből, és tulajdonképpen csupa harmonikus fényszög van benne, tehát csupa áldás, meg fantasztikusan szép dolog. Egy dolgot emelnék itt ki, hogy itt ugye a holcsomópontok, a nap és a Vesta szerepel, meg az MC. A Vesta a fókuszáló képesség, ez van a csúcson, tehát magyarul ez a korona akkor tud beindulni, vagy akkor tudunk uralkodni a helyzeten, ha oda fókuszálunk arra, amire kell. És amit ki fogok itt emelni az összes közül, az az, hogy a leszálló holcsomón ott van azért majd két olyan állócsillag, amire majd aztán képet is mutatunk, ha jól emlékszem. Ami érdekes az az, hogy a nap együtt áll a karmával, hoppá, tehát egy eléggé karmikus év lesz. Viktória van az MC-n, tehát tudunk győzni. Tehát ez lehet egy győzelmi év, mert a jövő képünkben ott van a győzelem. És a felszálló holcsomón találsz, ja, szinkódolban vannak elfejtetem, mondani az MSE az bevezette ezt valamennyire, de ugye az aszteroidák a személyes karmikus szintet mutatják meg, hol voltál, kivel voltál, mit csináltál, miért ott voltál, stb. Ezek a lilák, a Kentaur jellegű égitestek, ami Kentaur, TNO, SDO, mindenféle cuccát, a Kuiper övbeli objektumok, ezek kékek. Ezek általában vagy a karmikus sebeinkről írják le a történeteket, vagy a teremtés módozataihoz kapcsolódnak, és vannak az állócsillagok, ugye nem a naprendszernek a részei, hanem az univerzum részei, ezek a pirosak. A karmasztrógia szerint a lélek azért megy ezekre a helyekre, hogy gyógyulást keressen, ezek mindig ilyen magasabb dimenziói világok, nem fizikai testben megyünk oda, a lélek az egy sokdimenziós kozmikus entitás, oda megy, ahol akar, és azért megy ezekre a helyekre, hogy vagy meggyógyítson egy nehezebb inkarnációt,
reinkarnációt, vagy felkészüljön egy nehezebbre, tehát ott ilyen különleges képességeket tudunk megtanulni, azok tehát a pirosak. És ahogy látjátok, a felszálló holcsomó ponton ott van a Pán nevezetű aszteroida, és az Albion nevezetű kentaur. A Pán nevezetű aszteroida azért érdekes, mert nagyon kettős jelentése van. Ugye ki volt Pán, tudjátok, hogy ki volt, ugye? A kis kecskelábú kis, mit tudom én, micsoda. De és hogyha elorította magát, akkor az egész erdő reszketett a félelemtől, páni félelem, ebből van ez a szó. De ugye, hogyha ránézel a Szent Koronára, ma már volt róla szó, meg hát ez is egy korona, akkor a pantokrátor szó is eszedbe juthat, a világ mindenség teremtő. Tehát, hogy benne van a félelemből teremtés, nagyon-nagyon gyakran, ugye a félelem, ha félelemben vagyunk, akkor két dolog történik, vagy az történik, hogy iszonyatosan lemerevedünk, vagy hogy ugrásra készen bármire képesek vagyunk. Ez a felszálón van. Az Albion pedig egy nagyon érdekes dolog, William Blake-nek a mitológiája, tudjátok, hogy ki volt William Blake, ugye költő és csodálatos könyvillusztrációi is voltak, és neki volt egy teremtés története, ahol Albion, az angol száz, az angol szigeteknek, szigetvilágnak az őse, egy ilyen Adam Kadmon-szerű figura, aki négy felé vágja magát, hogy megteremtse az emberiségnek az aspektusait, és ez az egyenlő részben szétdarabolt dologból megteremteni egy tök új korszakot. Mehetünk, szerintem. Annyit itt kiegészítenék Gáborhoz kapcsolódva, még nem voltál itt. Gábor említette, hogy majd akkor mi beszélünk arról, hogy mi karmikus és mi nem karmikus. Hát a válaszom az, karmaasztrologusoknak minden karmikus. Egyébként tehát, pontosan. Tehát, hogy nekünk aztán minden karmikus. Igen, csak a körúton és az ülőjón nincsen karma különben. Ott is, ha jól megvizsgáljuk, igen. Ott is találunk. És akkor ez az, amit szeretnék nektek mutatni. Előre elnézést kérek a rajzokért, rettenet bénán rajzolok, tehát pénzben, ahogy az tegnap este kiderült, és ezek ilyen ívelt vonalak kellenének, hogy legyenek, ez nem nagyon sikerült. Ahogy látjátok, az Acrux és az Alpeca, mi mind a kettő a leszálló holcsomón van, azért érdekes a számunkra, mert a létezésnek a dilemmáit írják le, amikor egy vonal, vagy együtt áll, mert én az állatcsillagokhoz egy vonalban állást használok, és nem együttást, tehát ez az, amit megmutatja, hogy szó sincs együttállásról, ezek nem az ekliptikán elhelyezkedő csillagok. Az egyik ugye az Acrux, amit soha nem látsz az északi féltekéről, ez a dél keresztje, és egyáltalán az anyag keresztjének a felvételét szimbolizálja. Az Alpeca pedig ugye Ariadnénak, Dionysos feleségének a mennyasszonyi koronája, a női feminin örömök, az életörömök, a boldogság kifejezője, tehát ez pedig ugye most a keresztet éljük meg, vagy a boldogságot, ez itt a dilemma. Csak annyit egy gondolat, hogy olvassátok el majd Ariadné és Dionysosnak a történetét, mert a legboldogabb házasság történet az a görög mitológiában, ami nincs azért tele olyan nagyon boldog házasságokkal. Hát nem. Menjünk tovább szerintem. Igen, és akkor itt ezen nagyon gyorsan megyünk át, mert még van egy pár ilyen, tehát van egy trapéz, például ugyanebben a képletben a trapéz azért érdekes, mert az mindig a színpadot szimbolizálja, hova mész föl, majd itt megnézegethetitek, hogy miből áll a trapéz. Ez egy eléggé karmikus trapéz, hiszen kvinkunkszok alkotják a belvilágát is, meg a talpazatát is, és a teteje egy kvadrát, tehát ott bizony színpadon állva hatalmas feszültségek fognak gerjesztődni. Mehetünk tovább. Azt, hogy igen, tehát ez egy komplex fényszőkép halmaz, ugye megint kiborgarázhatjátok, van itt minden, mint a búcsúba. Azért izgalmas az Eris, mert nem egyedül van ott, hanem ugye ott van a Phaeton nevezetű aszteroida, a Nagasaki és a Memphis. Szerintem Nagasakit nem kell elmondanom, hogy az micsoda, tehát ott lesz az atomfenyegetés bizony. Tehát hogy ezzel viccelődni fognak, vagy fenyegetni fognak, azt nem tudom megmondani, de ott van az Erisen. Ott, és ráadásul a Phaeton, az pedig ugye a nagy-nagy összeomlásnak a szimbóluma, a Phaeton egyébként a Hélios napistennek a balkézről származó fia, aki egyszer ellopja vagy elkéri ugye a tűzszekeret, és aztán jó nagy baj csinál, ez magának a kataklizmának a leírása. Menjünk szerintem. Mennyi időnk van, Jézus Mária, na jó. Oké, jó, és akkor ez is egy dobogó, látjátok, ez is olyan, mint egy trapéz, de igazából nem lesz belőle trapéz, mert nem olyan nagy. És ez inkább egy dobogó vagy dobbantó, tehát tudjátok, azért felállunk rá, de igazából azért, hogy valamit csináljunk. Hogy miért lényeges a hold? Ez a hold a bikának a harmadik fokán lesz a január 1-i képletben, nulla órás képletben, és ezt a Mesartim nevezetű csillagon találjátok, a Mesartim pedig, most mehet váltani, igen, a Mesartim pedig a kos csillagképnek a gammája, ami ebben a harmadik legfényesebb csillag, nem olyan fényes, ez olyan négy magnitúdójú körül van. Gamma, igen. És azért érdekes, mert ez volt Jézus előtt a harmadik, negyedik században a tavaszponton.
Tehát egy korszakteremtő, egy korszakváltó csillagról van szó, ami ennek a téridő pillanatnak a holdján van. Ezen is megint elkezdhetünk gondolkodni. Ami még lényeges, és itt meg visszamegyek egy másodperc, hogy látjátok ott azt a kis Transpluto nevezető égitestet, ahol oda van írva, hogy medúza fúzió, meg macska szem. Alapvetően is látjátok, hogy ez a dobogónak, a trigón részének az egyik részét, tehát hogyha valahogy jól meg akarjuk élni ezt a konfigurációt, az tényleg azzal lehet, hogyha itt ez a korszakváltó csillaggal együtt álló holdat, tehát a lelkületünket, illetőleg a Transplutot, ami a dimenziók áthidalása is egyfajta mediátor szerep, egy összekötetés információsan. De mivel, hiszen ezen galaktikus pontok állnak rajta, az én nünükém ezért Zsuzsa kedves volt és meghagyta nekem, hogy én ezeket a szép galaktikus pontokat bemutassam. Az egyik az a medúza fúzió nevezető galaktikus pont, amit ott láttok fenn, és ugye azt is lehet látni, amúgy mind a kettő galaktikus pontot, vagy ugye a mélyűrben felelhető csodát William Herschel fedezte fel az 1700-as évek végén. Tehát ugye a nagy neves csillagász, a nagy felfedező. Az Uranus is volt. Az így van, tehát hogy mindig, ha kutattok ilyenbe, akkor mindig belebotlotok a nevébe, tehát amit mostanában nem a Hubble vagy nem a James Webb fedez fel, az még valaha Herschel fedezte fel. Tehát és le is rajzolgatta. És le is rajzolgatta, tehát elképesztő csillagászati teljesítmény, és ez nekem mindig egy ilyen nagyon sokat mondó dolog. Mind a kettőt ő fedezte föl. Most az egyik ugye ez a medúza fúzió nevezetű csoda, ami ugye látható, hogy a nagymedve csillagképben található, ott szépen az Aliot Fegda és a Megresz háromszögében ott szépen megbújik. Ez a medúza fúzió két olyan galaxis találkozását írja le, és az történik valójában az égen, vagy történt, csak a fénye ugye most ért el hozzánk, azért ezt csillagászatilag állapítsuk meg. Mit láthatunk belőle, ha ebből így ki lehet venni ebből az ábra, hogy egy hatalmas galaxis, ami különben ionizált gázokban nem túl gazdag, egy rettenetesen magas szintű ionizált gáztartalmú kisebb galaxist elkezd bekebelezni. És itt a nagyhatalmi energiája egyszerűen bekebelezi a kis hatalmat, tehát gyönyörű szimbóluma ennek. És asztrológiailag pontosan ezt tudja szimbolizálni, hogy a nagy méret és az ebből fakadó hatalom az a kisebb, de értékes dolgot, hogy tudja effektív bedarálni, hogyha lehet így mondani. Különben nagyon érdekes, hogy medúza fúziónak hívják, és hogyha a medúza szemére gondolunk, ugye, ami az algol csillag, ott is pontosan ez a bekebelező mechanizmus van, csak itt emeltük a tétet, mert nem szem. És megint szem. Tehát, hogy ez a szem szimbólum majd előjön. Tehát azért érdekes, mert hogy az alkoholnál is ez a bekebelező tendencia jelenik meg, csak ott két csillag között, ez egyik csillag kebelezi be a másiknak az anyagát, miközben kering. Itt emeltük a tétet, itt már galaxisok kebelezik be egymást. De hogy azért ezek nagy energiák, amik megláthatóak, de hát az a Transplutóval áll együtt, tehát ez nem arról szól, hanem hogy lássunk tisztán ezekben a folyamatokban, értsük meg ezeket a folyamatokat. Tehát itt nem a mi aktivitásunkra van szükség, mint inkább a tisztánlátásunkra, és ezekben a folyamatokban való mediátor szerepre, hogy közvetítők legyünk, akár itt most tekinthetünk akár a háborús helyzetre, hogy hogyan lehet és érdemes közvetíteni itt a felek között ahhoz, hogy itt egy normális megállapodás szülessen. A másik, ami megint egy szemszimbólum, és ez többször előjön, tehát itt a szem olyan érdekes, hogy a látás, a tisztánlátás 2023-ban nagyon lényeges dolog lesz, és ugye a kommunikáció, meg az, hogy mit értünk meg belőle. A macska szemszög, ugye szög, köd. Ezért jó, gyorsan beszélek. Macska szemköd, ami az NGC 6543-as, ez a sárkány csillagképben található. Imádom ezt a galaktikus pontot. Egyszerűen azért fantasztikus, mert ha megnézzétek, egyrészt a sárkány csillagkép csillagai jellemzően valamilyen spirituális kincset hordoznak. Ugye önmagában a sárkány szimbólum is olyan. Hát akár, hogyha a kínai asztrológiában nézzük, azért a sárkány mit jelent. Na most ebben a sárkány csillagképben, ha megnézzük, egyszer csak így beleáll, nézzétek, mint a körülölelni a maga a sárkány, és vigyázna rá, hát mire vigyáz? Macska szem. A macska minek a szimbóluma? Hát már Egyiptomban is ott volt benne az ősi mágia, a szem pedig a tudás befogadása és ki is árasztása energiáit hozza. Tehát mindenképpen az, hogy az a spirituális kincs, ami bennünk van, azt most érdemes egyrészt, aki nem tud még annyira, és itt visszautalok, ez az év tanulás, befogadni, aki pedig tudja, az alkalmazza, vagy adja tovább, mert most ezzel tudunk, és ebből tudunk ebben az évben táplálkozni. És tényleg érdemes megjegyezni, hogy ezt a szemszimbólumot erre az évre vigyük magunkkal, mert látnunk kell, tisztán látnunk, össze-vissza kapálózzunk, össze-vissza csapkodunk az információkkal, mindenről véleményt formálunk, de közben csak a szemünket nem nyitjuk ki, és azt nem látjuk, ami az órunk előtt van. Nagy bolygóállások. Nagyon gyorsan átrohanunk, itt vannak a nagy bolygó állások, túl sok minden nem történik, ugye a Jupiterre nem érdemes foglalkozni, mert az úgyis évente egyet vált. Ami viszont nagyon lényeges a számunkra, az a Plutó,
ugye fogja magát és elhagyja március 22-én a bakot, utána vissza, tehát átlép a vízöntőbe, és utána visszatér a bakba, és még ott is évvégéig ott marad. Mehetsz tovább, a többit látják. Ennyit értetek, most mit magyarázzak. Igen, na most meg kell mondjam, hogy tavaly is ez volt az érzés, hogy olyan sok minden nem történik fényszögügyben. A 2022-es évre az volt a legjellemzőbb, hogy a holcsomópontok voltak nagyon prominensek. És erre mondtam azt, emlékezzetek vissza, hogy hosszú, tehát a döntéseink azok hosszú távra meg fogják határozni a sorsunkat. Szerintem így is lett eléggé, meg hát a világ urainak a döntése is hosszú távra sajnos meghatározzák a sorsunkat. Egyetlen dolgot emelnék ki ebből a sok mindenből, és az a Plutónak a holcsomó pontokhoz vetülő kvadrátja. Mert az gyakorlatilag tényleg egy sorsfordulót szimbolizál, így vagy úgy. Azért itt, hogyha annyit elmondanál, és elnézést ugyanezt nem vezet, de hogy azért ez egy karmaketrec. Igen, jó, bocsánat. De ezt mondanám, mert jó. Ez hihetetlen érdekes az év szempontjából, egy karmaketrec nevezetű konfiguráció. És oda Plutóval, tehát azt nevezzük karmaketrecnek, akkor most itt áttérünk a szoktatásra. Igen, tehát hogy ugye a T kvadrátnak az a minősített esete, amikor nem három égitest hozza össze, hanem a holcsomóponttengely és a pontos kvadrátja, és nálunk ugye, most a Gyulára félve nézek, mert ugye ott sokkal egész mások a most középkori asztrológiát. Ezt megint Gyula, ma mindenki megfelel, mindenki tőled fél. De fél osztálya itt van ezen az előadáson. Különben tényleg, azért ezt megérzem, hogy Gyulának a tanítványait most sorra itt ülünk, mert mi is járunk Gyulához. Igen, tehát mi nagyon szűk orbisztokkal dolgozunk, pontosan azért, mert rengeteg mindennel, tehát akkor nem lehet, tehát ilyen information overload lenne. Tehát itt másfél fok az orbiszt, tehát nagyon-nagyon szűk, a Plutó nagyon lassan halad, tehát az, hogy július 23-án pontosan így az azt jelenti, hogy előtte, utána egy hónappal biztos, hogy hatótávolságon belül van, még hogyha tényleg ezt a maximum egy-másfél fokot fogadjuk el, akkor is lehet, hogy még hosszabb, tulajdonképpen majdnem egész évben, csak ez a tűpontos állapot. És a karmaketrec az mindig egy olyan fajta dilemma, nagyon röviden, hogy ugye ott van a leszálló holcsomó, ami a hozott karmikus viselkedési pinta, az ösztönszintű viselkedés, hogyan viselkedsz, ha sarokba vagy szorítva, mit veszel elő, mi a túlélő képességed. A felszálló holcsomó pedig a választott sors feladat, és amikor egy karmaketrec van, akkor általában az ember sokkal hamarabb az útjára áll, hamarabb indul el a felszálló energia mintázata felé, meg feladatai felé, mert egy ilyen napi konfliktus helyzeteket okoz az, hogy állandóan előveszi a régi mintát, és akkor az mégsem olyan nagyon hatékony, bár nagyon bízunk benne. És hát itt a Plutó azért mégiscsak az erő, a hatalom és a transformáció bolygója. Ezen kívül történik viszont más, ami már nem is esemény, inkább a szemléletváltásra hívja föl a figyelmet, és az az, hogy nagyon sok kentaur és transzneptuni égítást vált jegyet. És ezek a jegyváltások azok jelentősek. Először a kentaurokról beszélek egy kicsit. Annyit előjáróban, hogy aki majd hazamegy, megnézi, megvásárolja az előadást, vagy a prezentációt megnézi, egy-két érdekesség. Ezt úgy építettem föl, csak azért, hogy tudjátok használni, ott vannak a kentaur nevek, ott van, hogy milyen típus, a keringési idejű, és hogy az év során, vagy azt megelőzően, hogyan jön, megy be, hogy ezek nem azt történik, hogy belépek a jegybe, aztán ott vagyok, hanem retrográdba fordul, visszamegy. Tehát, hogy ide-oda táncol, ez egy ilyen, mindegyik bizonytankodik a küszöbön. Ez történik meg, és oda raktam azért nagyjából az adott kentaurnak a legfontosabb hívószavát, hogy mit jelenthet, azért, hogy tudjatok adott esetben foglalkozni vele, ha mégis felkelti az érdeklődéseteket. És ezek a kentaurok, hogyha ott megnézite, ugye a Szaturnusz-Neptunusz pályája környékén keringenek, tehát hogy ők ott vannak, ők még nem mennek túl, ezért ők alapvetően sokkal kisebb keringési idejek, mint majd a transzneptuni égitestek lesznek, ezért mondjuk ők gyakrabban váltanak hegyet, ezért azért velük annyira nem érdemes foglalkozni. De azt érdemes megjegyezni, hogy az Okirhoe és a Bienor fog szépen itt jegyet váltani, és az is érdekes, hogy sok égitest vált kardinálisba jegyet. Ugye, ami a kezdeményező és az indító erőt fogja nekünk behozni, sok transzneptuni égitest is fog kardinálisba váltani, és az Okirhoe alapvetően a sors megváltoztatási funkcióknak a most dől. Na most eldőlt. A sors megváltozott, és a sorsunk el is dőlt. Ebben a... Ez mindig vicces, igen. Az Okirhoe behozza azt, hogy elindultunk arra, és azért ne felejtsük el, kosba lép be, indító erő. Most már vállaljuk azt, amit tudunk. Tehát, hogy legyünk tisztában az, amit tudunk, és tegyük is ki az asztalra.
valamit akartam. Nem, csak az, nem mondom valamit, azt szasztor elmondtam. De mondd el! Nem, a Okiro azért érdekes, mert ugye Keironnak és Csariklónak a kislánya, zárójel következik, Csarikló pedig egy erdei nimfa, aki beleszeret Keironba, és a kedvéért nimfából átalakítja magát az első nőstény kentaurrá. Hát, hogy a házasságot el tudják hálni. És ennek így az könnyebb. Eredménye, igen, kicsit könnyebb. Ennek az eredménye Okiro, aki örökli mind a két szülőtől a különleges képességeket, látó és orákulum, csak állandóan ugye kikotyogja azt, amit nem kéne kikotyogni, és ezért a párkák folyamatosan megbüntetik. És annyira dühös ezért, és annyira fel van háborodva, hogy fogja magát és saját magát, visszaváltoztatja lóvá. Tehát, hogy az emberi minőségét elveszítve, hogy ne is tudjon beszélni, lovacska lesz. Tehát ez a visszafelé történő transformáció, amikor én nem akarom megmutatni neked, hogy én mit tudok, mert csak megbüntetsz miatta, ez most jegyet vált. És most már azért meg kell mutatni, mert azért azt tapasztalhatjuk, hogyha mondom, akkor hülyének néznek úgy is. És nagyon érdekes, mert az asbólus jegyváltása is azáltal, hogy rá, az asbólus minősége is pont azt hozza be, mivel abban is benne van a tisztánlátás, most a mitosztal nézetek utána az asbólus mitoszána, a tisztánlátás is az azért, hogy úgysem hisznek neked, és még meg is büntetnek azért. Ilyen karma, röviden. De érdekes, igen. Hogy ez az okérhoé, mint képesség, az asbólus, mint tisztánlátást, hogy ez amit tud, ezt ki kéne tenni az asztalra típusú üzenetet hordozza. Amit pirossal be is kereteztem, mert talán az a leglényegesebb, az amikusz és a krantor jegyváltása, hogy az egyik az szépen vízöntő, és a másik pedig a halakba fog átmenni. Az amikusz azért nagyon érdekes, és azért izgalmas, hogy pont a vízöntő belép bele. Hát az amikusz, fog együtt járni. Hát egyrészt a Plútóval fog együtt állni, másrészt az amikusz, hát az is egy pszichopata kentaur, mert hogy alapvetően, de tényleg alapvetően erőszakos, tehát ő az, aki semmilyen szentséget nem tartott szem előtt, és egy szent gyertyatartóval ütötte le a lapiták elleni csatában az ellenfelét. Tehát, hogy az, hogy semmi nem szent, lecsapom azt, aki előttem el, a vízöntőben, tehát, hogy ez alapvetően dogmatikus. Tehát, hogy abszolút és a forradalmak jegye, bocsánat. Forradalma, tehát a nézetek és dogmatikus nézetek erőszakba menően való hajtogatása jön be, de hát, különben ezt tapasztaljuk minden oldalról, tehát függetlenül attól, hogy ki milyen szemléletű, aki így gondolkodik, az azt mondja, azért hülye a másik, mert úgy gondolkodik, de a másik meg azon nem, és tulajdonképpen már mindenki mindenkiről azt gondolja, hogy hülye, mert nagyon erőt, de hát ez történik, tehát hogy az a fajta kommunikációs közeledés, hogy amúgy lehet, hogy a másiknak is van valamennyire igaza, az fel sem merül bennünk, és ez erősödik, tehát hogy ez csak fokozódik, és látszik, hogy amúgy ez az amikusz, azért ez most már februártól és így végig be fog erősíteni, tehát hogy azért egy erős. A másik pedig a krantor nevezető kentaur, amivel így pont így beszélgettünk arról, és a Zsuzsa említette is, hogy én odaírtam, hogy fatális konfliktus, de nem biztos, hogy így érthető. Krantornak az a drámája, hogy a lapiták elleni csatában egyszer rossz helyen áll. Tehát, hogy őt nem akarják eltalálni, egy forönköt eldobnak, Tézeuszt akarják eltalálni, és pont ott áll, hát őt találják el. Mire utal ez? Krantor típusú esetek, vagy a krantor helyzetek azok olyanok, amikor egyszer rossz helyen vagyunk rossz időben. Nem azért, mert mi bárki nekünk ártani akarna, hanem ezért, mert eltalál minket valami, ez a, bocsánat, fejbe sztak valamivel úgy, hogy közben nem is nekem szánták, hát ez történik. De ha megnézzük, úgyis ez erősödik, hogy itt rengeteg olyan helyzet jöhet elő 2023-tól, és ugye azzal, hogy jegyet vált, megint csak bár azért nyilván itt van egyfajta érzelmi elengedés, de akár érzelmi szinten azért a halak jegyével, amikor olyan érzelmi traumák érnek minket máshonnan, ami nem a miénk, tehát ne vegyük fel. Tehát, hogyha úgy, és ennek a legfontosabb üzenete mindenki felé, hogy amikor azt érzed, hogy beszóltak, felemelték az árakat, vagy érzelmileg úgy bánod, hogy valami nem nekünk szól, ettől főleg túl kell vészelni, és mivel tudjuk legjobban túlvészelni? Ha kinyitjuk a szemünket, és észrevesztük, hogy jön felénk egy nyomorult bunkosbot, és megpróbálunk arrébb állni. Tehát, hogy ez lehet a fő üzenete. Transz-neptuni égitestek is jegyet fognak váltani, ugye ők már a Neptunuszon túl keringenek, a Kuiperövben és még azon túl is, hát na ők már azért nagyon-nagyon durva hosszú keringésű égitestek, látjátok a Manvé 292, meg a Borassis is, szednak 12 000 év. Hozzáteszem a Leleakóna, a kedvencünk Zsuzsával. 36 000 vagy 37 000? 50 valamennyi. Szerintem 50, nem? A lényeg az, hogy úgy, ha úgy határozták meg, hogy valamennyi, nem tudom hányszor 10 000 év, plusz 5 000 év. Mert hogy nem tudják még belőni se. Ezek hihetetlenül, és ugye ezek már az extrém TNO-k, amik ilyen elképesztő elliptikus pályán keringenek. Na most
Talán a Manvéről, Boraszisziről, bár az is érdekes, mind a kettő uralkodó minőséget hozna. Most a Borasziszi az azért izgalmasabb, mert azáltal, hogy ő a kósba lejött, Borasziszi nem is mítosz, Kurt Vonnegut Macskabölcső című regényében egy ottani mítosznak a napistene, felesége a Holda Pabu, megszületnek gyermekei, nem elégedett velük, ezért ő kidobálja őket. Neki nem tetszenek a gyerekei, tehát ez a Foneguti teremtés mitosz, imádom Fonegutot, teljesen őrült volt. Viszont azért érdekes az, hogy egyetlen elneveztek róla, ha belegondolunk, Boraszisi elfordul a gyermekeitől azért, mert nem elégedett velük. Na most a halak jegyében még tud elfogadó lenni, a kosban már nem lesz. Tehát, hogy a teremtő mennyire képes velünk elfogadóak lenni, hogyha nem megfelelően viselkedünk, és mondjuk nem tudunk valamilyen, ugye neki az volt a legnagyobb, hogy ezek hideg és kiszáradt égi testek születtek belőle, Merkur, Vénusz, Ma, Föld, nem volt bennük a megfelelő hő. Nem volt tűz, igen. A tüzet visszanyerni, ha megnézzük, egy nagyon lepukkadt állapotban van a társadalmunk nagy része. Egyszerűen pszichésen lent van. A tüzet visszanyerni, különben a teremtő energia nem tud bennünk bízni, és hogy ne forduljunk el. Ennek az apró üzenetét hozza, de a Boraszisi rengeteg ideig marad most a kosban, tehát hogy ezért fontos a hívátás, hogy szemléletet lássunk. Hát ami az egyik talán legerőteljesebb, az a Sedna jegyváltása lesz lévén, hogy azért az nagyon-nagyon lassú, és 12.500 vagy 12.300 körüli, de hozzáteszem, most éppen gyorsabban vált egyet, mert ugye ez extrém TNO, és most periheliumban van, bocsánat, tehát napközelben van. Most 60 év alatt Most 60 év, tehát 1960 környékén került be a bikába. Tehát mindenki, aki 1960, nem tudom hány után született, annak a Sednája a bikában van, viszont akik majd most fognak születni, az ikrekbe átkerül. És mi a Sedna? 80 évig. 80 évig. Így van, most már hosszabban, mert a bikába töltött a legrövidebb időt. És mi történik? A Sedna a szétdarabolódás általi teremtés. Sedna egy inuit legendában az a hölgy, akit méltatlanul akarnak férjhez adni, ilyet akarnak. A lényeg az, hogy ő nem vállalja azt, amit őnek rá méltatlanul rá akarnak bízni, és ezért utána őt beáldozzák, elviszik a tengerhez, ő megpróbál, belobják a tengerbe, megpróbál visszakapaszkodni, elkezdik levágni a testrészeit. Ez egy nagyon csúnya mitosz, ezek az északiak tudtak nagyon szép dolgokat kitalálni, de a lényeg az, hogy ahogy ő darabolódik testrészeiből, a tengeri élőlények létrejönnek. És ezért az lesz emlősök, tengeri emlősök. Ezért lesz a szétdarabolódás általi teremtés szimbóluma Sedna. Eddig egy fizikai jegyben, tehát ugye földi jegyben tartózkodott, és most jön ugye az, hogy egy levegős jegybe kerül. Tehát most fokozottan kell arra figyelnünk, hogy igen, tehát az elméletek, a gondolkodásmód, a kommunikáció szétdarabolása hosszú időszakon keresztül, tehát ez nem csak 2023, de most indul be, hogy az, hogy mi a jövőben hogy kommunikálunk, az nem csak 23, csak most kell egyre jobban figyelnünk, mert totál káosz lesz. Tehát, hogy itt bábeli zűrzavar van lassanként, és ezt a Sedna erősíti, de arra is felhívja a figyelmet, hogy ebből újat tudunk alkotni, új megértési platformokat, új kommunikációs lehetőségeket. Ami még lényeges, és ide egy szimbólumot is hoztam, és ő az utolsó TNO, akinek a jegyváltását megnézem, ez a káosz nevezetű 310 éves keringési idejű égítés, hiszen belép ugye a rákba, ami pedig ugye az érzelmi káosz. És megint kardinális jegy, tehát megint a kardinális jegy legeleje, ami egy hangsúlyos dolog. Szóval az itt azért a káosz energiája. Nem is magyarázom, hogy a káosznak a mitoszát, tehát most nem is kell mondani. Káosz, kaotikus energiák, zűrzavar. De a semmiből teremtés képessége is. Így van. És az érzelmi minőség, hiszen a rákba lép. Tehát, hogy itt az érzelmek és a psziché jelentősége nagyon erőteljes. Én azért azt hozzáteszem, hogy itt a felépülés lehetősége a pszichés zavarokból. Tehát itt nagyon érdekes, hogy most pont a pszichológia felmerült, szerintem egyre többeknek lesz szüksége pszichológusra. Nagyon fontos és érdemes megnézni ezt, hogy talán beszélj is róla te, hogy a TNO-k milyen fényszöveket alkotnak a nagy bolygókkal. Megint próbáljunk egy kicsit szűkíteni, ott van kivetítve, akinek ami érdekes, az kibogarázhatja belőle, én hármat emelnék ki. Az első az egy korszak, megint csak egy korszakváltó minőség, mégpedig a Plutónak és a Sednának a trigonja. Ez még ebben az évben anaretikus lesz, és majd 24-ben fog mind a kettő végleg átlépni, ugye a Plutó a vízöntőbe, a Sedna pedig az ikrekbe, de a trigonjuk ebben az évben még a jegyek utolsó fokán, tehát az előző jegyek, tehát földjegyek utolsó fokán jön létre, ugye anaretikus, tehát egy megrekedt állapotban próbálnak ők valami újat teremteni. Plutó az erő, a hatalom és a transformáció bolygója, Sedna a szétdarabolódás általi teremtés kentaurja. Én erről csináltam még külön egy előadást annak idején pár héttel ezelőtt, ahol azt véleményezem, hogy szerintem az a pénzügyi rendszer, ami most
a világot igazgatja, az nem maradhat meg. Az egy gyakorlatilag egy már szétesett dolog, ezért próbálnak most bennünket visszabombázni a középkorba, és teljesen elszegényíteni bennünket, mert ez az egyik módja annak, hogy valamilyen új rendszert kényszerítsenek ránk, mert hogyha mindenkinek elvész mindene, konkrétan ugye figyelmetekbe ajánlom Klaus Schwabnak, ugye a Világgazdasági Fórum gonosz törpéjének, ez a tényleg olyan, mint egy rajzfilm figura, és ilyen racsolva beszél németes angola katasztrófa, de ő azt mondja, ugye, hogy 2030-ra mindenkitől el kell venni mindent, és akkor ez a global reset, na most hát meglátjuk, de lehetne egy igazságosabb pénzrendszer is, tehát akár ugye, mivel szétdarabolás általi teremtés, tehát lehet, hogy a régiből összerakhatnánk egy olyan újat, ami működőképes és végre az emberiséget szolgálná, és nem pedig valamilyen szűk világelitet, aki irányítani próbálja az életünket. Tehát ez az egyik. Ugyanakkor a Plútó a káosszal is alkot, ugye, méghozzá egy quincunxot, ez a transformáló káosz, és azért vágtam közbe, emese elnézést kérek, hogy igen, a káosz, az valóban a káosz, de a semmiből teremtés képessége is. Tehát pont az a lényeg, hogy amikor totál lenullázódunk, akkor lesznek olyanok, akik megadják magukat ennek a káosznak, és eltűnnek a káoszban, és lesz az, aki képes lesz ebből újjászületni, és ez rajtad áll. Ez rajtad áll, pláne, hogyha rákészülsz. Igen, és akkor még, bocsánat, még a felszálló olcsomó Eris konjunkció, ami szintén érdekes, az Eris Plutó kvadrát, az tulajdonképpen a 2000-ben és 2001-ben volt a karmasztrógai főfényszög, az egyik legdurvább karmasztrógai fényszög egyébként, és még 2022 elején is ott volt. Na most érdekességképpen ugye a Plutó a holcsomókkal szinte egész évben egy karmakettezet hoz létre, és akkor láthatjuk azt, hogy szeptember és november között pedig az Eriszt éri be a felszálló holcsomó, mert hiszen azok jóval gyorsabbak, tehát a holcsomók ugye 18 év alatt kerülik meg, vagy kerülnek ugyanoda, ahol voltak. Tehát gyakorlatilag annak ellenére, hogy a Plutó-Eris kvadrát már igazából Orbison kívül van, ebben az évben még mindig ott van ez a Plutó-Eris, tehát még mindig nagyon durván ott van a halálnak, a transformációnak a bolygója a drasztikusan megváltozó külső körülményekkel. Tehát ha ezt megnézzük, hogy ez gyakorlatilag, amiről Gyula beszélt, ugye, hogy a vírus, a plandémia, ahogy én hívom, az ugye 2020-21-ben tombolt, és hogy ebben az évben még emelkedhetnek az esetek, hát ebben ugyanez látszik. Tehát ez még mindig gondolkodnak a világ újra, hogy most légycsapóval csapjanak bennünket agyon vagy kemotokszal, ezt így lehetne összefoglalni. Mehetünk. De egy kiegészítés, mert az így, ahogy így beszélgettünk róla, eszembe jutott, hogy attól függetlenül, hogy ez a karmaketrec, ami a Plutóval kialakul, és az, hogy itt az Eris is bekapcsolódik, és egy drasztikusan megváltozó körülmények, és a karmaketrec is egy nagyon feszítő erő, és akkor a Plutóról is tudjuk, hogy milyen ez a Plutó. Azért ne felejtsük, hogy a Plutó a belső transformációnak és az égítés, és a regeneráció. Igen. Igen. Tehát, hogy mit tudunk csinálni, megint magunkkal foglalkozni, mert a körülményeket azok drasztikusan meg fognak maguktól változni. Feszítő erőt bír el. De mi történik? Ugye mindig azt mondjuk, hogy a mágusnak mi a hatalma, hogy nem mások fölött, hanem saját maga fölött gyakorolja a hatalmat. Tehát, hogy nagyjából visszatérek oda, amiről Erikáik is beszéltek, hogy pont magunkkal kell legjobban foglalkozni, mert másra nem fogunk tudni. Nem mi fogjuk megváltani a világot jelen pillanatban, de magunkat sokkal inkább. És csak erre tudunk igazából fókuszálni, és akkor nem lesz ennyire fájdalmas. Nem, kellemes nem lesz. Tehát, hogy ettől még nem, tehát senki nem fog annak körülébe megy, és kétszer annyiba fog kerülni a kenyér. Majd megsütjük. De megbékélni meg lehet vele. Mert azt talán lehet. És ezen kívül, hát nem tudom, mennyire látszik távolról, én kijegyzeteltem itt, hogy milyen utat járnak be a különböző külső bolygók, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és Plutó. Talán a legizgalmasabbak, ugye egyrészt Szaturnuszról beszéltünk, már olyan értelemben, hogy a Krantorral találkozik, ugye ennek a felelősségét és a lehetőségeit hozza be, az, hogy ők szépen ott találkoznak már februárban, és ez hozhat olyan típusú konfliktusokat, ami attól lesz fatális, hogy sorszerű, tehát hogy egyszerűen nem kellett volna ott lenni. De a Demoklésszel való találkozása, ami egy kentaur típusú égítés, de igazából demokloidnak is hívják, mert rettenetesen bejön a pályája, a Mars pályáig elér, és a pályaívek alapján nagyjából ilyen üstökösszerű mozgást végez, véletlenül előbb vagy utóbb eléri a Föld pályáját, de több ezer év, nyugodjunk meg. Tehát, hogy egyelőre a Demoklész kardja még nem csap le ránk.
Ellentétben azzal, hogy a Szaturnusszal való találkozása felhívja arra a figyelmet, hogy azért a vezető hatalmak fölött csúnyán ott van az a kard. Tehát, hogy a felelősséget lassan látniuk kell, hogy itt ez bármelyik percben lecsaphat, és nekik tudatosítaniuk kell magukba, de ez a vezető hatalmakról fog szólni, ahogy a Demoklész kardja is a mindenkori uralkodó feje fölött rezget. A Gongong nevű kisbolygó, ami szintén azért nagyon lassú, látjuk 551 év a keringési ideje, és neki van holdja, a Shangliu, amit magyar csillagászok fedeztek amúgy föl, tehát hogy ez nagyon izgalmas. Igen, magyar csillagászok, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk rá. Ő az, aki a káoszból és zűrzavarból való karmikus tapasztalatokra felhívja a figyelmet, és arra, hogy a világ megváltozható a káoszból is. Tehát, hogy hozza a fényt, egy olyan sárkány, aki próbálja mutatni azt a fényt, hogy amúgy még van, tehát hogy nem kell aggódni. És én azt gondolom, hogy az, hogy a Szaturnusszal együtt áll az egyik oldalról ennek a fénynek a mutatásának, hát az együtt áll, Szaturnusz áthalad, vagy egy vonalban elhalad, mert ő a lassabb. Tehát pont ezt szeretné elfolytani a Szaturnusz, viszont ennek a felelőssége az feladat számunkra is, mindannyiunk számára. Az Uránusz és az Albion találkozásáról talán annyiból nem szeretnék, bár ugye a világ újrateremtése és a kaotikus, ugye, ahogy mondta egy szint Zsuzsa, hogy Albion, ugye ez az Adam Kadmon analógiára, szétdaraboljuk egyelőre a világot, és abból, hogy teremtünk, megint a szétdarabolódás, látjuk, szétesik, nekünk össze kell rakni. Ami viszont izgalmas, hogy az Uránusz elhalad a Lempó felett, ami egy finn, a Kalevalában fogtok találkozni Lempó nevével, ő egy termékenység isten, aki démonizál a kereszténység, és ő lesz a csúnya ördögi lény, aki legyőzi a nagyhőst Vejnemöinent egy bizonyos csatában, de nem végleg természetesen. Miközben ő hozza létre Vejnemöinent. Így tehát van. A keresztény előtti időszakban ő az, aki... Igen, tehát így van, tehát hogy így változnak itt az ősi, megint visszatérünk ugye a szentség, mert ugye Amikusza már beszéltünk ugye a szentségről, most megint, hogy valami, ami szent, aztán utána már nem tartjuk szentnek, és ezeknek az ideológiáknak a változását, hogy ebben is érdemes rendet tenni, erre felhívja a figyelmet az Uránusz áthaladása. A Chiron, ami a karmikus sebeket jelöli, az rákerül, vagy szépen elhalad, az Erdorádusz nevezetű, hát ez bizony álló csillag. Tehát ez akkora, mint a mi galaxisunk, vagy egy kisebb méretű galaxis. Látszólag, tehát akkorának látható. Persze. Innen, tehát hogy óriásinak látható, de amúgy innen északról sose fogjuk látni, mert ugyanúgy, ahogy az Akruxnál, ő a déli féltekének a csillaga, ez az aranyhal vagy karthalnak, így is, meg úgy is szokták fordítani a Dorádó nevezetű csillagképet, de ott helyezkedik el. Általában ugye ez a fajta méret és energia önmagában hozza az Erdorádusban azt, és ez is az egyik karmasztrológiai üzenete, hogy olyan karmikus sebeket tudunk most így készpénzre váltani, megvilágítja ezt, és feldolgozni, hogy ami transformálni tudja bennünk a karmikus sebeknek a jelentőségét, és felismerést tud nekünk hozni ezzel kapcsolatban. De tényleg nagyon nagynak látszik. Ami nagyon lényeges lehet még az Erdorádusszal kapcsolatban, hogy azáltal, hogy a mérete nagy és ennyire forrongó, ráadásul tényleg az aranyhal, karthal energiáit hozza magával, hogy azért azt ne felejtsük, hogy az aranyhal mit hoz, tehát a karmikus sebeinkből mit tudunk csinálni? Hát a kívánságot, mer kívánni, mer hozni vágyakat a saját életedbe. A következő, ami izgalmas, szem. Ne felejtkezzünk el, megint egy szem. Sauron szeme, olyan szép, nem? Tehát a Sauron szemét nagyon szeretjük. A Sauron szeme ugye a Szűz 15. fokán van, és az Afidas és az Orkusz nevezető égitestek fognak rámenni. Az Afidas az erőszak és a tudatosság nélküli eseményeket hozza be, Orkusz pedig a római alvilágisten, tehát Pluto Hadész analógiájaként tekinthettünk rá, és a vadászebek csillagképben lévő Sauron szemével áll együtt. Én nagyon sokat nem szeretnék erről beszélni, ennek egyetlen egy Sauron szeme mit csinál? Mindent lát. A hatalom, ugye az alvilág mindent lát. Hát talán nem is kell részleteznem, hogy ez mit jelent, de gyönyörű ez a Sauron szeme galaxis, és tényleg hoz. Sajnos a Sauron szeme az nem olyan energiákat hoz, ami ez a tisztán látó, tehát ez nem egy macska szem, ez a Sauron szeme. Hát tudjuk, hogy ki volt Sauron, ha nem, akkor nézzetek utána a Gyűrűk ura, tehát azért ezt lehet látni, most úgy is megy az előzmény sorozat. És az utolsó galaktikus pont, amit még érdemes megjegyezni, az pedig az Albion, megint már ugye beszéltünk, hogy a szétdarabolt teremtés mitosz, összeállítás, de hogy milyen érdekes, hogy ez pedig az ördögfejködön áll együtt, és itt az ördögfejnek megint a szem minősége, tudni, ez egy rengeteg, tehát olyan ionizált ködök vannak, amik eltakarják a mögöttek lévő csillagot, és csak két csillag tud rendesen átvilágítani rajta, amint két ördög szem tekint rá. De ez is egy bajoslatú azért előjele annak, hogy azért itt tehát ez a figyelnek minket, és ha figyelnek minket, akkor mi is figyeljünk vissza, üzenetét tudja hordozni.
muszáj némi asztrológiai crash course-ot tartani most abból a szempontból, hogy mik is ezek a fogyatkozások. Ugye a nagy kataklizma, a vela kataklizma után, amikor minden szétesik és hosszú-hosszú időre elsötétül minden, ez annyira érdekes, mert egy pár hónappal ezelőtt megjelent előre egy tanulmány, hogy körülbelül, hogy voltak olyan szakaszai a Földnek, hogy 1000 éven keresztül sötétség volt. El tudjátok képzelni? Zárójel következik. Hogyan éltük túl? Hogyan éltük túl? Ugye megszakad a tápláléklánc, megszakad a fotoszintézis, gyakorlatilag a Föld felszínen nincs semmi, és mégis túléltük. Hogyan? Tegye fel a kezét, aki amikor hideg van és sötét, elkezd édességet zabálni. Na, gyerünk lányok, tessék bevallani. Hát kb. Mindenki föltette vagy a kezét. Vagy pálinkát iszunk. Igen, igen, miért? Nagyon egyszerű. A Bibliában, ugyanis le van írva a Bibliában, hogy mi történik. Az történik gyakorlatilag, hogy elkezdünk, hogy ugye vándorolnak a zsidók a sivatagban 40 évig, és akkor Isten megszámja őket, és mannát elreget rájuk, ugye ez minden reggel manna eső esik, ez egy ilyen ragacsos vacak, ami megszárad, rengeteg van belőle, föl lehet szedni, édes, ragacsos, stb. Cukor. Tehát ugye azért, mert most ebben nem menjünk bele, de hogyha ugye a szén és a hidrogén között, a hat elem között valami az univerzum alkotó eleme, rengeteg van belőle amúgy is, és amikor ugye valami van egy robbanás, akkor a szén és a hidrogén szénhidráttá tud összeállni, tehát ezzel a szénhidrát esővel éltük túl, tehát az édes, a túlélés íze, és a sötét van és hideg, hát pontosan visszaidézzük azt, ami 12 000 évvel ezelőtt volt. Ezek után, ugye amikor végül elkezdett tisztulni az égbolt, és elkezdték figyelni a dolgokat, mindig, tehát először is a holcsomópontokat a káosz betörésének a pontjaiként értelmezték ugye a mezopotámiaiak, tehát azt gondolták, hogy ott fog betörni a káosz, és rettegtek attól, amikor olyan fényjelenség volt az ége, tehát mikor eltűnt a fény. Hát a fogyatkozások azok ilyenek. A fogyatkozások egyébként az egyetlen olyan jelenség az asztrológiában, ami nem ciklikus. Éppen ezért nem ciklusoknak, hanem sorozatoknak nevezzük őket. Megjelenik, vagy az északi, vagy a déli féltekén indul egy fogyatkozás sorozat, és eljut a másik pólusig. 1300 évig tart egyébként egy teljes ciklus, és utána soha többet az a ciklus nem jön vissza, és 18 évenként ismétlődnek meg, szinte ugyanazzal a geometriával. Ennek a feldolgozása egyébként Bernadette Bradynek a nevéhez kapcsolódik, aki erről egy fél könyvet írt, másról írta a könyvet, de ebben elég rendesen feldolgozza a fogyatkozásokat, és ő hozzáfűződik az a sorozat név is, ugye most éppen majd 2023-ban az a hetes észak és hetes dél sorozatot fogjuk végigélni. És az a lényege, hogy van egy kiinduláskori állapot, ez a Bernadette Bradynek a könyvéből van kimásolva egyébként, aki megmutatja, hogy hol állnak a kezdet sorozatnál, tehát a kezdő sorozatnál hol vannak, és ő ezekből az állásokból, és aztán a 18 évente ismétlődő történelmi események feldolgozása után, még egyszer mondom, 1300 évig tart egy sorozat, gondoljatok bele. Tehát ott azért van bőven 18 évenként történelmi esemény, amit lehet követni. Ő megállapította, hogy mikről szólnak ezek a sorozatok. És mivel itt a naphold együttállás szemben áll a Plutóval, és ugyanakkor pedig van egy, hát a Neptunuszhoz vett egy szextilt, illetve maga a naphold a Vénusz-Mars felező ponton van, ugye mind a három úgynevezett szexuál bolygó érintve van, és gyakorlatilag ő azt mondja, hogy ez egy kimondottan érzékiséggel és prokreatív teremtőerővel, magyarul gyermekvállalással összefüggő sorozat. De gyakorlatilag ez szó szerint idézett Bernadette Bradytől, ő ezt mondja erről a sorozatról, tehát hogy hirtelen, tehát egy ilyen feltörő vágy jelenhet meg, vagy a szexuális vágy, vagy az, hogy legyen gyerekem, tehát hogy mindenképpen legyen utódom, tulajdonképpen ez a kettő, ami ráadásul évekig rejtve maradhatott, és akkor egyszer csak hirtelen feltör belőlem ez a vágy. Ezt jelenti maga a fogyatkozás sorozat, és akkor itt néz, ugye itt van, április 20-án lesz az első, azt elfelejtettem mondani, hogy egy napfogyatkozáshoz előtte vagy utána holdfogyatkozás is tud, tehát két hét előtte vagy utána a teli holdkor lehet holdfogyatkozás is, és ennek megvan a geometriája, amit többek között a középkori asztrológia is tanít, hogy hány foknyira kell lennie a holdcsomópontunknak ahhoz, hogy egyáltalán létre tudjon jönni, ezzel most nem mutatlak benneteket. Itt van ez a képlet, tehát ez a Budapestre felállított képlet, és amíg nagyon kiemelkedik, látjátok, hogy a naphold konjunkciót keretbe foglalja az Eris és a Vesta. Az Eris
Eris, hülyeséget mondtam, a Jupiter Eris is van, bocsánat, tehát, igen, tehát az Eris, a külső karmatőr, ezt így hívjuk, ugye a drasztikusan megváltozó külső körülmények, az Astrea pedig a személyes karmatőrő, a karmatőri sorsváltoztatásnak az aszteroidája. Mind a kettő prominens az első házban, a Jupiter Eris az bizony a drasztikusan megváltozó külső körülményeket jól felfújja, ugye a Jupiter mindenből sokat ad, azból is, ugye ezt szoktuk mondani. A másik karmatőrő, tehát a személyes karmatőrő viszont ott áll a naphold együttálláson, és rajta van a Vesta fókuszáló képesség, tehát ez az egyik, amit érdemes kiemelni, és érdemes kiemelni talán még a Merkur-Uránusz konjunkciót is, tehát ugye az Uránusz, az a Merkurnak a magasabb oktávja, a bevilásszerű megvilágosodást is szimbolizálja, tehát az aha élményeket. És kommunikáció így is, ezen a szinten meg is, és azon a szinten. Igen, is. Három szintje van a kommunikációnak, a karmasztrológiában a Merkur a hétköznapi, az Uránusz a bevilásszerű, és a transzlútó pedig a csatornázás. És akkor itt van egy nagyon-nagyon ritka fényszögképünk, ez tulajdonképpen csak tengelyekkel jön létre, pláne, hogyha ilyen maximum másfél-két fokos orbiszt engedélyezel neki, ugye, és itt az MCIC tengely kerül be, gyakorlatilag egy merkaba, és azért nagyon röhögtem, mondtam is az MSZ-nek, hogy hát abban a képletben, ahol ott van a Jupiter Eris, drasztikusan megváltozó külső körülmények, fel van fújva az egész. A személyes karmikus szinten kéne karmát törnünk, erre kéne ráfókuszálnunk. Hol van itt a szex? Könyörgöm, tehát hol van? Azt ígérte ez a sorozat, hogy hát valami lesz, de hát itt van, ugyanis a merkaba, ugye a tűz és a víz háromszög egyesülése, az pont erről szól. Pont a Hieros Gámosznak is az egyik jelképe, egy egyiptomi jelkép egyébként, a hatágú csillag az ugye hat. Csak gondolkozzatok el a szép magyar nyelvünkön, hogy mit fejez ki. Tehát itt látható ez a gyönyörű alakzat. Menjünk tovább? Mert igen, és akkor az első holdfogyatkozásunk az ezt követően, ugye május 5-ére esik, és azt láthatod, hogy a Merkur retrográdba fordult közben. Tehát egy direkt Uranusz Merkur, és mind a kettő direkt égítést volt, az a napfogyatkozáskor, két héttel később már el is távolodnak egymástól, és a Merkur befelé fordul, tehát megszűnik ez a felsőbb szintű kommunikáció, és befelé kéne fordulnunk. És ami érdekes, hogy a felszálló holdcsomó az Astreával meg a Vesztával áll együtt, tehát most nem a fényadók, hanem a holdcsomók szerepelnek, illetve a nap az Uránusszal egy közeledő együttállásban, tehát a változásra lehet vetül a fény, fogalmazzunk így, de a Jupiter Eris az még mindig tűpontos, tehát ezek a hangsúlyai vannak ott. Igen, mi történik itt? Van ugye egy fix keresztkvadrátunk, ami nagyon érdekes, ezt azért raktam ide, mert azt lehet benne látni, hogy ez egy diszociális kvadrát, tehát a jegye, megint ugyanaz, amit az MSE elmondott a transz-neptuni égitestekkel kapcsolatban is, hogy a jegyek legvégén meg nulla fokon vannak az állások, és ilyenkor csúsznak az értelmezések. Tehát ha jegyet vált, akkor az a kvadrát, ami kvadrát lenne és feszültséget hordozna, az kap egy kis vagy trigon, vagy szextil energiát. Ugyanígy az a trigon, ami kvadrát energiákban, vagy finkunksz energiákban áll, mert a jegyek legvégén vagy legelején vannak az égitestek, teljesen más lesz az íze a dolognak. És itt abszolút csúsznak a dolgok. A keresztkvadrát maga az létrejön, pont a jegyeknek a legpontosabb, hogy hívják ján. Ez egyébként még azt hiszem, nem a napfogyatkozásé? Na mindegy, lehet, hogy már a holdé volt. És akkor nézzük meg a hetes délsorozatot, ugye annak ez a kezdőképlet, megint nagyon érdekes. És hát itt a pont te is második, vagy nem is tudom, valamelyiktek a második fél évben mondta azt, hogy itt az erőszak azért esetleg fokozódhat, ugyanis gyakorlatilag itt is ez van, ugyanis ez az egyik legkeményebb fogyatkozásunk. Hatalmas erők szabadulnak fel, amelyek elhárítanak bármilyen akadályt. Nézzétek meg, hogy a naphold az a Plutóval alkot egy trigon, de van egy Mars-Plutó kvadrát, és ez mindig az erőszaknak a jelölője. Tehát mindig a nagyon nagy, hatalmas, felszabaduló erőszaknak a jelképe. Igen, van azért egy Szaturnusz trigon is, de nézzétek meg, hogy a Szaturnusz ugye először is retrográd, másodszor legalább 3 fok van a fényadókhoz képest, tehát ez egy olyan trigon, ami nem trigon. Vagy legalábbis nem következik be, de azért odaraktam biztatásul.
És akkor azt mondja ugyanerről Bernard Brady, hogy ez egy, hogy hatalmas erő és dű van ebben a sorozatban, ami ugyanakkor a trigon energia által tud lecsatornázódni. Tehát van ugyan egy Mars-Plutó kvadrán, de a Plutó, a transformáció bolygója, az trigont vet az fényadókhoz. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen elhárít mindenfajta akadályt. Tehát pozitív értelemben egy óriási erő tud bennünk felszabadulni, amivel olyasmiket és olyan hegyeket tudunk megmozgatni, amiről azt gondoltuk, hogy addig nem. Más kérdés az, hogy ugye gyakorlatilag krízis helyzeteket is be fog tudni hozni, hogyha negatívan értelmezzük őket. De mindenféleképpen hatalmas léptékkel fognak felszabadulni az energiák, és beindítanak változásokat, jót vagy rosszat egyaránt. Itt van tehát a képlet maga, tehát ez konkrétan az október 14-i kezdőkép, vagy fogyatkozásnak a képlete, és megint szinte ugyanazokat az égitesteket látod, persze a holcsomópontok nyilvánvalóan mindig fontosak, de itt az Eriszt már a felszállón találod, tehát ugye jegyet váltottak a holcsomók, és a Skorpió bikából átmentek, visszafelé mentek természetesen az ikrek nyilasba, és az Eriszt felszálló azért azt jelenti, hogy bizony ebben az évben az, hogy drasztikusan megváltoznak a külső körülmények, az sorszerű, ugye? Tehát nem igazán tudjuk alapvetően kikerülni. A leszállón ott van a Lilith, méghozzá ugye az aszteroida Lilith, ami a lázadás az igazságtalanság ellen, tehát némi kis lázadás is be van itt kódolva itt az év vége felé. Hát egyébként én azon csodálkozom, hogy mekkora birka nép az európai nép, tehát tényleg, tehát a német, na jó, de is beszéljünk erről, igen. Aztán van ezért egy gyönyörű Vénusz-Transzplutó konjunkció, annak azért örülünk, és egy Vesta Astrea, tehát a legelső fogyatkozásnál is ebben az évben a Vesta és az Astrea keretbe foglalta a naphold együttállást, és itt pedig ugye fókuszáljunk rá a karmatörésre, a sorsváltoztatásra, ezt mondja nekünk. Itt van egy gyönyörű, megint csak diszociális trapéz, láthatjátok a trapéznak az alakzatát. Jó, van egy T-kvadrát is, de az bennünket most nem érdekel. A trapéz mindig azt jelenti, hogy állj rá a tetejére, és próbáld előadni azt, amit tudsz. Ez egy feszült trapéz, a belvilága két karmafényszög, tehát karmikus indítatás ott van. Az alapja, a talapzata egy trigon, tehát ez az el akarom hárítani az akadályokat, de hát a felmászni rá ugye két kvadrát segítségével tudunk csak, ami azt jelenti, hogy baromi nehéz lesz fölállni a tetejére. Hasonlítsátok ezt össze a klasszikus trapézzal, ami ugye egy opozíció és szextilekből áll ugye a keret, és belül ki a belvilág két trigon, tehát ez egy jóval feszültebb trapéz, a teteje pedig ugye pont a fekete hold, Juno konjunkció és a Mars közötti szextil. Ugye a fekete hold itt a bátorság, becsület, tisztesség, tisztánlátó képesség, minősége. Igen, és akkor még a Szedna, a szétdaroldás általi teremtés kentaurja is, ugye alapvetően ott van, tehát a Plutó, de megint diszociális, mert nézzétek meg, megint csúsznak az energiák. Tehát a Plutó, ugye a Plutó az, ami még nem ment vissza a vízöntőbe, a Szedna már átért az ikrekbe, és a Juno is még az oroszlánban van, de hozzá fog pontosodni a dolgokhoz. És a Juno nem csak a párkapcsolat jelölője, tehát nem csak a hivatalos társ jelölője, hanem a szerződések és a szövetségkötésnek a jelölője is. Nagyon gyorsan a holcsfogyatkozás, és ugye az a lényege megint csak, hogy érdekes konjunkciók vannak. Megjelenik a sötét hold, ami a Lilith mítoszban a második mozdanat, az átok magunkra vétele. Mit csinál Lilith? Elmegy az édenkertből, kimondja Isten kimondhatatlan nevét, és elmegy az édenkertből. Ezért szoktam azt mondani, lányok, hogyha nálatok prominens a Lilith, hogy nyugi, bennünket nem dobtak ki sehonnan, mi magunktól mentünk el. És akkor mit csinál Lilith? Magára veszi Jahve átkát. Azt mondja, hogy nyugodtan átkozz meg, nem megyek vissza. Tehát ez egy izgalmas dolog. Ez van a Holdon, elgondolkodhatunk rajta. Van egy Mars-Merkur konjunkció, ugye az azért mindig nagyon durva, sebzés-sebződés a szavak által. Van egy hármas Juno Transpluto fekete hold együttállás, tehát ott van, megint a Lilithek megint nagyon érdekesen hangsúlyosak, és a felszálló Eris még mindig nagyon pontos, és ezt a fényszőképet akartam még nektek megmutatni ebben a képletben, mert ez egyébként egy tényleg izgalmas dolog, ott van a Kvindecsik lenyíl, a Kvindecsik a 165 fok, a kényszeresség rögeszme ambíció fényszöge, ha ez egy nyíl alakban van, akkor egy elképesztő erőt szabadít föl, pont a Keiron az apex, tehát a karmikus sebeinknek a minősége, és az egész
hozzá, ez a harmonika, ez az én szójátékom, hát ebben semmi harmonikus nincsen természetesen. Annak idején a Viszkisnek a képletében találtunk valamilyen nagyon hasonlót. Abszolút. Tehát egy irgalmatlan feszültséget hordoz, és az átok magunkra vételét is, méghozzá lelki szinten, mert ott van a hold. Ez a valódi új év, ugye? Tehát ez valóban, tehát ez az új év, de gyakorlatilag elmondta, hála Istennek az előttünk szólók, mert elmondták, azáltal, hogy Skorpió aszcendens van, egész évre szól, tehát egy egész évi képlet. Ami számunkra karmasztrológiai érdekes, talán annyit emelek ki, ott van a felszállóhold csomóponton a Vénusz Juno, tehát mutatja azt, hogy szövetséget kell kötni sorszerűen. Hatos házban szerzett karmaháza. Tehát itt mese nincs, hogyha azt akarjuk, hogy a harmóniánk, a lelkibékénk valamennyire stabil legyen, ugye ez egy nagyon erős Vénusz a saját jegyében, akkor tessék szövetségeket kötni sorszerűen. Azt látod, hogy a Chiron-on ott van az Jupiter Vesta Astrea. Emlékezzetek vissza, hogy ugye ez majd megismétlődik a nem sokkal később történő, ugye április 20-án van az első napfogyatkozásunk, ott is ott van a Vesta meg az Astrea, csak ott van a Jupiter, és a Chiron, na most a Jupiter-Chiron együttállás önmagában pontosan az a karmasztrológiában, amikor nem a karmikus sebeket erősítjük föl, hanem a karmikus sebek aranyra váltásának a képessége jelenik meg. A Vesztával erre fókuszálhatunk rá, és ott van a karmatörés lehetősége. És ezen a Chironon, ami az említett Erdorádus, az a hatalmas égi test ott van, tehát ez viszont nagyítja ennek a lehetőségét, tehát hogy itt a saját lehetőségeink és képességeink kiaknázásának nincsen határa, míg más mindenben van határolva. Tehát fizikai szinten rettentesen be vagyunk szűkítve, míg másik szinten nem. És akkor zárásképpen annyit azért hozzáteszek, hogy 2032. júniusában be fog zárulni a kör olyan értelemben, hogy a Szaturnusz-Uránusz újra találkozni fog. Tehát hogy én azért azt gondolom, hogy nagyjából ugye az a fajta rendszer szintű változás sorozat, ami addigra egy újra kiteljesedik. Én magam személy szerint azt is írtam le pár évvel ezelőtt, hogy ez a 21-23-tól elindul a forrongás, és utána ez végig, de ez igazából 32 előtt nem kerül olyan szintű megoldásra, ha lehet így mondani. Nyilván lesznek átmeneti megoldási pillanatok, de utána várhatunk, és nem is tudom, valaki 2030-at valamiért említett, hogy a global reset, tehát az, hogy tulajdonképpen az embereket addigra kell leszegényíteni, ahhoz, hogy utána global reset, egy 32-es Szaturnusz-Uránusz együttel lesz, ez gyönyörűen meg tudja csinálni, úgyhogy ez minden mellett a Polaris nevezetű, a sarkcsillaggal áll együtt, mindig behoz valami nagyon idegen, nagyon furcsa, nagyon új, nagyon más megoldást. Rövid összegzés. Nem állapítottunk meg semmit. Ez egy korszakváltás bevezető éve, a minden diszharmonikus, minden diszociális, semmi nem úgy működik, ahogy szeretnénk, hogy működjön, de ezt érzékeljük, tehát ez asztrológusnak sem kelleni, tehát fölöslegesen beszéltünk, nem tudom mennyit. Bocs. A társadalmi elégedetlenség, a robbanásszerű helyzetek, azok kialakulnak, de azok sem tudnak megoldódni, tehát lényegében ahogy oda is értük, nem a megoldások éve, hanem inkább a kérdések éve, és a tisztánlátás, ugye a szemszimbólumával a legfontosabb feladatunk. De igazából, ahogy az előttünk szó, nem ez az az év, amikor nagy megoldás, és itt az, hogy például igen, atomfenyegetés, az, hogy lesz-e atomháború vagy nem, ez nagy mértékben attól függ, hogy globálisan a szemléletünk hol van, a mi szemléletünk is, a nagyhatalmak szemlélete is, de a fenyegetés folyamatosan ott van, és a nagy megoldás még nincs. De igazi esemény sincs. Igen, de nagyon fontos a tisztánlátás. Igen. Ugye ezt láttuk. Tehát most tényleg mindennek alá kell nézni, és minden. Tehát ne maradjatok a saját buborékotokban, hallgassatok meg, beszélgessetek emberekkel, hallgassátok meg a másiknak a véleményét is, ne hülyézzétek le a csípőből azt, aki másképp gondolkodik. Mi se? Nem, mi nekünk szabad. Jó, hát ennyit szerettünk volna. Köszönjük szépen.